Jaj, ne! Hol vagyunk? Mi ez, Chris? Nem tudom. Hova kerültünk? Jaj. Nem tudom, de... Itt valami nem stimmel, Máté. Én félek. Én is. Máté, emlékszel valamire? Hajótörést szenvedtünk, ugye? Ja, igen. Emlékszem. Bementünk a ködbe. Azt mondta a hajós kapitány, hogy nem tudja, hogy mi ez. Emlékszel? Igen. Onnantól elment a kép. És most itt vagyunk. Ezen a fura földön. Érdekes. Mit csinálsz? Nem tudom. Máté, hova kerültünk? Valami furcsa világba? Szerintem ez. A horror Minecraft? Ez a reakciód arra, hogy horror Minecraft? Igen, hát ez a sikítani kéne, sikítani. De Máté, mi ez a hely? Mi, hogy néz? Ez miért mennek ilyen félelmetes zenék? Biztosan csak ilyen ködös shader van a Minecrafton, igaz? Ott a hajónk! Hol? Ott. Ez komoly? Igen. Ki tudunk úszni hozzá? Én nem mennék be a vízbe helyedbe, de te tudod. Miért nem? Nem ennyi. Felőlem. Miért? Aj, nagyon hideg a víz! Mi az? Mi volt? Mit láttál? Valami piros. Ott vannak a hajók. De piros, melyik a mi hajónk? Jött a szememhez. Gyere utánam. Gyere utánam, ott a hajó a parton, gyere. Szóljunk a hajós kapitánynak. Máté, hova kerültünk? Csak nem a Lost. A Lostba. Csak nem a Lostba kerültünk. Miféle szörny? Itt egy hajó. Azt mondta a hajós kapitány, hogy ez egy abnormális köd, és ennek sose látott még ilyet. Mi az? A csákányozik valami a vízbe. Ott meg egy repülősziget van, mi ez? Nincs a Minecraftban. Milyen repülősziget? Eltűnt. Vagy csak közelebb jön hozzánk, az is lehet. Az is lehet. Menjünk a hajóra, gyere. Nincs is ilyen mob a Minecraftban, Máté. Menjünk a hajóra. De be nem megyek a vízbe ott azzal a szörnyeteggel. Ott van egy squid. És fehér. Fehér a tintahal. Mi hova kerültünk mi? Várja, itt van szén alattunk. Szén? Ja. Mi történik? Jaj, ne! Mindegy, Chris, valahogy menjünk a hajóra rá. Jó, próbáljuk meg. Oké. Hol van a följáró? Nem tudom. Ajaj! Ez az, valamit bejöttem. Hallottam valami hangot! Gyere! Falusiak! Falusiakat hallok! Itt vannak! Ezek a matrózok! A matróz pajtások! Biztos? Igen. Máté, itt egy chest. Hello! Hogy kerültünk ide, kedves Miért? Baráta? Mi az? Mi ez? Mi az? Itt van valami kin. Mi ez? Jaj, ne! Ez valami szörny! Vászunk föl! Máté, ugye nem tud ide följönni, mert akkor végünk van. Ez valami hal. Ez nagyon ijesztő. Chest. Találtam egy chestet. String. A hal a nagy ló, pikulát. Találtam kenyeret! Ott van Máté, a pórázon fogja valami vízi szörny halat. Hova kerültünk? Krisztián! Ki kell jutnunk innen? Na hello, srácok! Ez itt egy újabb Minecraft sorozat. Méghozzá a Minecraft Fear Nightfall. Azaz a horror Minecraft.
Na igen, ez annyira félelmetes ez a világ, hogy itt sikítani kell. Sok sikításra számíthattok ebben a sorozatban, srácok. Ugyanis ez egy elképesztően félelmetes sorozat. De ne féljetek, srácok. Ugyanis mindent megoldunk, és mindenkit legyőzünk. Még azt a szörnyeteket is majd valamikor biztos. Megölt. Itt maradtam a hajón egyedül. Visszamegyek, várj. Itt a holttested. Van holttestem? Igen. De hogy megyek vissza a hajóra? Várj, megoldom. Tele van pókhálóval a holttested. Jaj. Jaj, nem is az inventorim van tele pókhálóval. Jaj, jó. Bejutottam. Ugye nem estek bele a vízbe a cuccaim? Nem tudom. Itt a holttested. Ez te vagy. Ja, ki tudom venni a holttestemből a cuccokat. Jó van. Transfer items. Oké. Jó, hogy kell tüntetni a holttestemet? Már ott van a víz alatt valami struktúra. Igen, de vigyázz, mert ez dobál, és valami lila is már itt van mellettünk. Az ölt meg. Igen. Máté, itt egy hordó. Igen, az a szigonyos ilyen lila cucc. Itt egy hordó. Rengeteg hordó van amúgy. Srácok, az a helyzet, hogy ez egy horror Minecraft modpack, és ez teljesen más, mint a valódi Minecraft, és még mi sem tudunk róla szinte semmit, csak annyit, hogy nagyon ijesztő, és nagyon izgalmas, úgyhogy ezt fogjuk most játszani, és meg kell próbálnunk elképesztően túlélni. Találtam itt pár dolgot amúgy, string például, rakod, rászalmon, bubble coral, meg fishing rod. Nem tudom, hogy ezek mit adnak, és nem is tudom, hogy kéne itt túlélnünk. Én nem is értem, de Máté... Jaj! Dobál! Gugolj le! Meg feküdj le így azért. Nézd, itt tök máshogy működnek a barrelek, ezt már észrevettem, gyere ide. Aha. Itt így kinyitod itt. Igen. Ezt a részét, és így ki tudod venni belőle a cuccokat. Uh-huh. Én hadd kérdezek már tőled valamit. Na? Hogy az a neve ennek a Minecraftnak, hogy Fear Nightfall, azaz félj az éjszakától. Ugye most ott a nap, szóval nappal van. Akkor lehet, éjszaka hogy... mi fog történni? Hát akkor lehet, hogy sietnünk kéne. Szerintem is valamit kéne építenünk, valami bunkert, vagy valamit. Jaj, ne. Mi az? Itt mellettem ugrott el ez a büdös dög. Srácok, hogyha tetszik nektek ez a sorozat, akkor mindenféleképpen lájkoljátok, és írjátok le kommentben, hogy ha szeretnétek, hogy csináljunk még ebből videót, és akkor fogunk csinálni. Én most nagyon sok minden cuccot találok itt, és az a baj, nem tudom egy csomó mindenről, hogy micsoda. Jó, hát mondjuk nyilván... Leather, azt tudom, hogy mi, de nem tudom, hogy miket lehet belőle craftolni esetleg, mert itt tök más, hogy van minden. Máté, vaj! Oh, majdnem eltalált. Máté, valahogy ki kell jutnunk innen. Hát... Onnan a hajó hátuljáról ki kéne ugrani. A lenti chestet kinyitottad már? Dobálnak onnan is, tudom. Körbevették az egész hajót. Máté, ki kell jutnunk innen? Máté, mindent kiszedtél már? Hát még nem, mert ezt a barrelt még nem tudtam kijutni. Nem tudom, hogy kell. Ja, mert ilyen lassan tudom. Máté, csak. Dobál! Nem érdekel. Most már tudjuk, hogy miért halt meg a hajós kapitány. Mert nem tudjuk, hogy meghalt a hajós kapitány, de valami történt vele, de biztos. Mi ez? Mi a fene? Hát a földközi tengeren hajókáztunk. Ez az. Ez valami ilyen elképesztő világba kerültünk. Van hát, egy csomó fishing rod, annak majd most nézem, ágy, hát azt szedjük már ki. Hát az amúgy... Ja, de nem tudunk aludni, azt hiszem. Ja, meg van itt egy könyv a kezembe, várj, ezt elolvasom. Bemegyek biztonságba és elolvasom. Hát de spam pointnak jó, nem? Szóval, itt egy könyv a kezemben. Tutoriál. Kezdődik a küldetés. Üdvözöllek a Fear Nightfall-ban. Kalandozó. Szóval vannak ilyen küldetések, amiket teljesítgetni kell, és akkor újabb küldetéseket fog elérni. Nem lehet aludni ebben a modpackben, és csak spampointra lehet használni az ágyakat. És nincsenek fantomok ebben. Szóval, igen.
A nappal 40 perc hosszú, és az éjszaka pedig 20 perc hosszú. Viszont egy nagyon nagy kihívás, hogy túléljed. Akkor lehet, hogy nem olvasgatni kéne a hajó közepén, hanem valami főhadiszállást építeni. Tudást kell szereznünk. Főhadiszállást kell építeni! Ez az egyetlen dolog, amit most kézhez tudunk fogni, hogy segítség. Mi az, hogy sanity? Hát ilyen józanság. Vigyázni kell a sötétséggel. Vigyázni kell a sötétséggel, mert elmegy a józan eszed, ha sokat vagy a sötétségbe, és bekattan. Szóval! Ne dobáljatok már! Jó, okés, akkor hát úgy látszik, túl kéne élnünk az éjszakát, amit hát itt ezen a hajón nem fogunk tudni megtenni, amit láthatjuk. Hát, mondjuk ki tudja, lehet, hogy itt pont túléljük. Hát, könnyen. Nem tudom, szerintem már ki kéne igen, menni de... inkább a partra, ja, és szedni is. Nyersanyagokat. Oké, és akkor mondom, hogy ezt hogy tudjuk megcsinálni. Oké. Úgy. Hogy innen egy jó nagyot kell ugrani, és... Hát, valahogy át kéne itt úszni. Ezt nézd, innen itt... el kéne... Mi az? Majdnem felugrott a hajóra ez a bizonyos dög. Itt ugorjunk le az orránál, és fussunk ki. De nem, itt van ez a mocsok, ezt ide kell először vonzani. Hol vagy? Az a baj, hogy meg fog dobni, és meghalok megint. Az nem megdob, hanem olyan, mint van a riptide a... Krisztián, futnunk kell, mert mindjárt éjszaka van. Okés. Gyere! Ki kell ugrani? Futás! Mi volt ez? Fuss! Meghaltam. Azonnal meghaltam, azonnal! Hol a holttestem? A vízben! Valami megtámadott! Mi? Micsoda? Ki jött a partra? Fuss! Fuss! El kell rejtőznünk! Gyere, 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 gyere! Tiszta vér a képernyőn! Gyere, gyere utánam! Keresünk valami helyet. Itt vagyok, itt most nem lát. Ott van valami oltár. Szerintem az biztonságos hely. Gyere, menjünk oda. Igen, szerintem is az oltár. És mondjuk el a varázsigét, ami oda van írva. Igen, szerintem is. Mi ez? Jó, ez campfire. Ez semmi gond nincs itt. Ez csak valami... De most ha belemész a tűzbe... Vérzel. Észrevettem. Jó, hát itt sehol se vagyunk biztonságban, szóval... Itt valamit kell csinálnunk, valamit építenünk kell, Krisz. Hopp, ott van jó. Valami mező. Gyere! Menjünk oda. Jó. Hát ez milyen jó, mező? Jó, végre kimentünk ebből a biomból, mert ez nagyon, nagyon nehéz út itt tájékozódni. Viszont bambuszt, ezt vigyünk magunkkal. Jó. És ott az vannak... összes cuccom eltűnt amúgy. Ott vannak lovak. De a az könyvet jó. Is? Nagyon vérzel, Krisz. Nem, a könyv az mindig nálam van. Hopp, barlang. Mondjuk ez lehet, hogy nem jó ötlet oda bemenni. Hogy törik ez? Ez az. Ja, hogy itt úgy kell kitörni, hogy így... Bambullog. De király. Máté. Bambú sapling. Máté, valami... Nem tudom mi, ez jó helynek tűnik. Aha, itt van egy ilyen öböl, itt tudunk pecázni, mert volt egy pecabot. Itt ebbe az öbölbe, úgyhogy ide építkezzünk szerintem. Hát jó, de nálam nincs cucc, semmi. Így jártál, minek halsz meg? Na, gyorsan, itt üssük ki az összes füvet, és kezdjünk el ide építkezni. Szerintem még ne költözzünk sehová, hallod? Mi ez? Micsoda? Miket kaptam én? Gyere már ide! Mit látsz? Fekete csirke, vagy ez barna, vagy milyen ez? Realm RPG Fallen Adventurers. Ezt szét lehet ütni? Jó, Máté. Itt jó lesz. Kaptam belőle csontot, meg két nyilvesszőt. Milyen magokat kapok? Industrial hemp. El kéne menni fát vágni, mert semmi fánk nincs, hallod? Igen. Hát... Na várjál! Jó, először de... is csinálok egy crafting table-t. Szóval akkor kezdjük úgy, mint egy sima Minecraftot. Ez jó, egy oak log, egy azt ismerem. Oké, crafting table. Oké, megcsináltam egy crafting table-t. Lerakom ide. Nézzük meg, hogy mi ez? De jó! Lehet így craftolni. Na szóval, milyen crafting recipék vannak? Golden shovel, stone axe, golden boots. Hát ezek ismerősek. Diamond helmet, diamond leggings. Máté! Nem akarom
nem akarok elkeseríteni, csak mondjuk egy kis problémát. Na mondjál. Az, hogy mindjárt besötétedik és elpusztulunk. Ez mi? Witherstone Sword. Ez most komoly? Aha. Pikarang! Nem tudom mi az, de biztos jó. Ezek új fegyverek? Golden Gloves! Box kesztyű! Ez most komoly? Igen. És a többi blokk. Én elkezdek pecázni. Várjál, odaadom a fát, amit szedtem. Oké. Okay. Hey, mit csináltam? Miért mit nyílik így meg a izéd? Oké, és? Inventory a szemed előtt. Itt. Oké, okay, és ez miért jó nekem? Azért, mert építkezzé. Jó, miből, mit építkezzek három fából? Először is csinálok egy csákányt. Oké, okay, wooden pickaxe. Ez úgy látszik, hogy ez még itt ugyanúgy működik. Vigyázzál, mert meg ki ne halászál valamilyen óriás halat. Igen, én is arra gondoltam, hogy ki azt lászok valami szörnyet, azt megtámad. Szerinted amúgy jó ötlet beásni magunkat a földbe, vagy inkább... Hát nem tudom. Hát szerintem az tűnik a legértelmesebb dolognak most így jelenleg. Nem? Hát, szerintem inkább építkezni kéne. Hát... Jó, oké, csak hát... Fú, nagyon sötét van, várja. Veszek a második kezembe. Ja, nincs fákjám. Tök jó. Neked van fákjád? Igen, 8 darab. Akkor felét add majd, de már én ott hagytam a... De minek hagyod a... holttestemet. Ja, jó. Visszamenjek szerinted a holttestemet? Ne. Dehogy ne. Na, adjad már! De, Máté, óvatosan kell ám, mert... Kell szednünk szenet, hogy tudom, legyen még. Tudom, azt akarom. Csak egyenlőre így látok legalább, hogyha bemegyek ide. Oké, okay, kaptam cobblestone-t. Na ez már így már talán elfogadható. Jó. Jó, akkor most az a célunk, hogy túléljük az éjszakát. És építeni kéne egy házat. Még van hátra szerintem egy olyan 20 perc, vagy 25. A nappalból. Szóval szerintem építsünk egy házat. Szerintem is. Az a legjobb ötlet. Szerintem is az a legjobb ötlet, szóval... Akkor kezdjük. Máté, ez nagyon durva volt ez a tenger. Csak amúgy elmondjuk egy valamit. Na? Ez nappal volt. És szerintem a éjszaka az sokkal veszélyesebb, mint a nappal. A tenger. Hát valószínű. Ez mi? Milyen érc ez? Na mindegy, ezt nem facsákányra fogom bányászni. Krisz, van ott homok? Hát van, aha. Jó, akkor hozzám áll, létszik. Mert akkor ide csinálok egy ilyen házat, és akkor csinálunk üveget, hogy éjszaka ki tudjunk lesni, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek ránk ott. Miért vannak ilyen vörös indák körülöttem? Itt van. Itt van egy dobom. Oké. Okay. Kösz. Szívesen. Oké, okay, na kraftolok magamnak egy stone pickaxe-et, de milyen jó már, hogy itt is lehet kraftolni itt a tetején. Tök jó. Ez a stone pickaxe-en megpróbálom ezt kijutni, szerintem... Hopp! Ez copper. Hát kigondolta volna. De lehet a copperből amúgy itt lehet valami jót csinálni, mert ez egyébként teljesen más minden szabály, amit így eddig a igen. Minecraftról tudtál, az... Igen, 221 darab mod van ebben a modpackben, és igen. Ez mind valamit változtat a játékon. És gondoljatok bele, hogy 221-szer változtatás van a játékon. Na, Krisz, azt akartam kérdezni, hogy szerinted mekkora házat kellene építenünk? Egy ekkora elég egyenlőre, szerinted? Szerintem valami menekülési akkora... útvonalat kéne azért. Csináljál menekülési útvonalat. Azért akarok üveget rárakni, hogy lássunk ki éjszaka, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek ránk, hogy kicsit felfedezzük a világot. Lehet, hogy nagyon rossz ötlet, de majd meglátjuk. Timber brace. Timber frame. Mik vannak itt? Zenith gemstone. Az mi? Nem tudom mik ezek. Majd kiderül, Máté. Most ne jó, ezzel hát... foglalkozzunk, hanem hogy ne halljunk meg, te! Nyilván. Csináltam magamnak egy stone swordet, és szerintem csinálok magamnak egy... Mit csináljak még? A bambuszt... Hát mondjuk a bambuszt azt nem ültetem most el. Timber frame. Mi az? Mindegy megcsinálom, és meglátjuk. Ó! Oh! És ezen át lehet menni? Hát ez nem valami jó. Máté! Mi van? Hallod, Máté? Mi az? Azt kérdeznek máma, hogy gyere ide. Na? Gyere már. Azt akarom kérdezni, hogy miért tesztelész ezt a sok maraságot, ahelyett, hogy építenéd a menekülőutunkat majd éjszakára? Mi az?
Mi az? Fuss! Mi az? Fuss! Micsoda? Semmi. Na, te ez volt a izé bosszú. Azért, mert egy kis bunkó vagy. Á, ne ölj már meg! De megöllek! Ebben a horror világban is te vagy a legrosszabb rémálom, az is biztos. Várjál, beleolvasok még a könyvbe, mert lehet, hogy még ott az ír le valami információt. Ne vesztegesd az idődet a nappal. Fedezd fel a világot, és szedj össze cuccokat. Nagyon vigyázz, passzív mobok is visszatámadnak. Ez most komoly, szóval akkor a bárány is megtámad. A csirke, meg a tinta. Ja. Máté, az, hogy ne vesztegesd a nappal az idődet, jó, azt de ezt el kell olvasni. Az azt jelenti, hogy nem a timber keretet kell nézegetni, hanem... És várjál, a fáknak a szétütése sokkal több ütést vesz igénybe, mérettétől függően. És féld az éjszakát. Mi vár rá? Nem tudom, csak... De jobban föl kell készülnünk, az a lényeg. Itt van 9 rafkod, meg 3 igen, kaját azt ez... mindenféleképpen csináljunk. Szerinted az elég lesz? Meg bányászni kéne vasat? Hát jó. Oké, de te Máté... mit haláztál már bármi normális értelmes dolgot? Igen, rengeteg halat. Máté, most itt eszembe. Ez nem is rossz. Na. Máté... Oké, én csináltam magamnak túlokat. Most itt eszembe valami. Mi? Hát szerinted a föld alatt a bányákban mi lesz ebben a... Jó, én nem tudom, basszus, de tényleg föl kell készülni, mert ez valami barzasztó. Hát a vánsatoltak azok a vízi szörnyek is. Jó, na várj, ezt ide behozom. Ide csinálok egy menekülő útvonalat. Mert a blokkokon azért csak nem tud átjönni semmi, nem? Remélem. Itt van agyag. Mondjuk ki tudja. Abban mit tudunk csinálni agyagból? Én nem tudom. Máté! Egy az dolog... a baj, hogy annyi mindent lehet csinálni ebben a játék, ment ebben a játék módban, hogy nem tudom, hogy mit lehet csinálni. Egyébként, srácok, ugye mondtuk, hogy nem tudunk erről a sorozatról semmit, és feltételezem, hogy ti sem. Tehát ne spoilerezzétek magatoknak a modpacket, hanem kövessétek végig velünk ezt a sorozatot, és akkor majd együtt mindent kiderítünk, hogy mik ezek a dolgok, és hogy milyen ijesztő, meg stb. Ezt elolvastam, és akkor... Information sanity. A sanity sok mindenben befolyásol, sok fajta módon. Itt van egy lista. Hát ez jó hosszú lista. Na minden, most nem olvasgatok, mert tényleg most kéne csinálni egy házat. Legalábbis, hát ide. De miért ott tartasz még csak mindig? Nyugi, hát 40 perc az éjszaka. Na. 20 perc, te. Mert egy 40 perc a és mindjárt nappal. Lemegy a nap, hát nézd már meg, hol van a nap. Jó van, de szépnek is kell lennie. Nem nap. Kell szépnek lennie. Nyugi me, minden. Én szerinted nem tudok Minecraftozni. Hát az álmám, meg az öcsém. Ki halt meg eddig 2-szer? Én nem haltam meg 2-szer. De. Én meg 0-szor haltam meg. A fenébe. El kell mennem fire, mert 0 fám van, szóval nem tudom, valami fákat kéne itten. Ott van fák in a parton, mindjárt megyek. De ne azt a kis picit, hanem egy nagy fát kellene. Ja, és itt átesünk a lomban egyébként. Benn az erdőben volt nagy fa. Igen, azt láttam, de oda nem merek bemenni. De ott akkor picikecke. Ja. Ott van szén. Egy bánya. Na várjál, ezt a szenet itt kiszedem, mert ez jónak tűnik. Egy darab szén, hát ez csodálatos. Oké, itt van rengeteg ló, meg szamár, meg malac, meg minden. Máté, kraftolj egy izét. Tojás. Kraftolj baltát, és akkor könnyebb fátán. Már van baltám. Jó. Mi volt ez? Valamit itt nyevákót itt valaki. Így ezért így köszörült a torkát biztos. Én nem tudom, de minél hamarabb biztonságba kell vonulnunk. Oké, most gyűjtök fákat, már is megyek vissza. Ez tökre tetszik, hogy így az alját kiütöd a fának, és kiütődik az egész. Nem? Azt a mekkora barlang. Ott is van szint. Ja, ez csak egy ló. Jó van. Oké, hozok sok szenet. Ez nagyon jó, hogy most itt találtam szenet, mert ez nagyon fontos, hogy legyen. Hú, srácok, nem is tudom, hogy mire számítsunk erre ebből a sorozattal amúgy. Az biztos, hogy nagyon ijesztő lesz, mert azt tényleg olvastam, hogy tényleg nagyon ijesztő. Tényleg olyan, mint egy horror. Hát horror igazából. Á, nagyon kíváncsi leszek az éjszakára. Mondjuk nem várom. Amúgy ez az egyetlen dolog szerintem így a Minecraftba eddig. Amit így előre nem várok, mert tudom, hogy iszonyat ijesztő lesz. Ja, ez nagyon, és én nem szeretem, hogy a horrort, úgyhogy én nem se. Tudom, mi lesz. Tényleg, amúgy ezt nem is mondtuk, srácok, hogy mit
egyáltalán nem szerettünk semmiféle horrort. Én horror filmeket se szoktam soha nézni, mert én nagyon nem szeretem. Kerülöm az egészet. Úgyhogy ez aztán nagyon ijesztő lesz, az biztos. Na, ölök pár malacot, vagy kell szükség van rá? Nem hiszem. Vagy... Miért ilyen... És megtámad az összes környékbeli malac! Őrült! Meg fog halni. Gyere, fuss ide a haza! Azt hittem, hogy ez csak ilyen picit sebez! Fuss! Öld meg! Itt fog meghalni. Itt lesz a végem! Vigyázz! Megöltem! Fölvettem a malacot, az egészet! Almát dobott! The carcass of a pig. Egy teljes malacot fölvettem magamhoz. És három is van. Várjál, visszamegyek még a kettőért. De ez malac holttest. Azt kaptunk. Oké, fölvettem mind a három malacot. Három malac holttest van nálam. Basszus, a malacok majdnem megöltek, akkor a szörnyek azok milyenek le? Szamár. Itt is egy fejbe lőtt csont. Vedd föl. Föl lehet venni. Hogy? Úgyhogy széttöröd. Nem tudom, hogy hol vagy. Krisz, mindjárt lemegy a nap. Jó. Ezt nem... Szerinted jó ötlet... Ne, nem akarom, ne menjen le, szerinted, ne menjen le. Szerinted jó ötlet amúgy üveget rakni ide? Hogy lehet, nem hogy tudom. Nem, de mindegy, majd meglátjuk. Ez mi? Ja, ez gravel. Mindegy, az jól jön. Azt hittem, hogy nem lehet ajtót kraftolni. Ne, ajtót azt ne! Csak zárjuk be magunkat, építsük be magunkat, Máté. Ne ajtózz. Szerintem el. Legyen ajtó azért. Ne jó, legyen. Ne legyen, tényleg ne legyen ajtó amúgy. De amúgy kb. 100%-ig biztos vagyok benne, hogy be fognak törni. Vagy nem tudom, nem tudom mi történik. Ilyen fehér zombik vannak lenne a barlangban, azt sprintelnek. Várj, inkább kialakítok itt egy ilyen második veszélyzóna. Máté. Mert nem veszélyzónát, hanem egy ilyen biztonsági zónát. Máté. Hogy ide be tudjunk zárkózni. Máté, fehér színű zombikat láttam a barlangban, és nagyon gyorsan szaladtak. Hát ez szuper. Hogy kell ezt a carcass of a piget kinyitni? Nem adott kaját. Hogy kell ezt? Van egy rakás ravkodom, te. Jó, csak öltem malacot, és itt van. Mondjuk lehet nem jó ötlet ide lerakni a malacokat, éjszaka ide vonzuk a sok ellenséget. Krisztián, egy pár percünk van, és lement a nap. Mi van? Balta van a zombinál. Jaj, ne. Miért van itt vér? Ide véreztél. Ó, itt is van széntökja. Bocs, Máté, oda véreztem, bocska. Hát, jaj, ne, megint leestem és oda véreztem. Fő kell majd mosnom a padlót. Jó. Akkor süssünk már halat, mert mindjárt meghalok. Jó, amúgy. Már sütöm. Jó, Chris. Van még szened? Van, persze, rengeteg. Mind be is rakom. Meg most pont szened bányászok itt. Fú, nagyon sötét van és alig látok. Máté! Mi az? Nézd ki az ajtón! Gyere már! Ezt is nem mondod. Építs be, Máté, és menjünk ide, húzzunk innen. De hogy húzzunk innen a tovább? Be fogják törni az ablakot! Ne! Nem raktunk ki fákját. Várjál, még gyorsan ki kell rakni fákját, gyorsan! Nem mehetsz ki! De még gyorsan! Nem mehetsz ki! Krisztián, még gyorsan, Máté, hozta... Máté! Gyorsan! Mi gyorsan, az? Gyorsan, Máté! Mi az? Nyomj rá! Megvan respawn pointod? Igen, igen. Krisztián. Ne. Most majdnem mondtam, hogy vágyjuk ki a fákjákat, nincs. De... Mi vette föl? Nem tudom. Mi veszi föl? Ja, maga leg... Ide oldalára kell kattintani. Hallgass. Hallod ezt? Hallod ezt a hangot? Hallom. Futás be! Ez csak egy csontváz volt. Máté! Máté! Ott van kaja! Mi ez a...
Mi ez a hang? Víz hangzik. Ja. Mi ez a hang? Mi? Csak a csontváz. Te húzzuk innen a francba valahogy. De nem tudunk, hát hova? Menjünk át a másik dimenzióba, vagy valami. Hallod ezt? Szerintem ez nagyon jó ötlet volt, hogy nem raktunk ajtót. Szerintem is. És Máté? Én... Mi az? Ne, valami! Valami, mintha a földet ásná. Föld! Földből van fölöttünk. Hallod ezt a hangot? Mi ez? Miféle szörny ez? Aj, halálra ijeszt. Máté, de... Valamit kéne ezzel kezdeni. Szerinted a kiütünk... Máté, próbáljuk meg kiütni egy blokkot, és leütni őt. Mit szólsz? De alul? Ha? Szerintem ne alul. Hát jó, csak... Úgy csak a lábát lát... Lábát látjuk. Tudod, hogy ő is... Nem? Hát jó. Próbáljuk csak meg. Csak ha bejön, Máté, készülj ide valami. Blokkal, készülj oda egy blokkal. Készülj a kezedbe egy blokkot. Ott megvan? Várj, ezt itt beásom. Hogyha jó. Esetleg meghalunk, akkor oda teremünk, ugye? Jó, oké, elkezdem kiütni, jó? Oké. Oké, de nálad a blokk? Milyen blokk? Hát, hogyha visszarakt, hogyha elkezdene bemászni, vagy valami. Na. Igen. Háromra, jó? Jó. Egy. Várja. Egy. Mi ez? Kettő. Három. Jó. Oké. Megütöttem. Én is. Jó. Szép. Megöltük! Várj! Oké. Okay. Nem adja ide! Várjál, Máté! Grave Metal Scrap! Francba, itt van még egy! Mi ez? Mi a fene ez? Máté, meg kell ölnünk azt is. Vigyázz már innen! Futass be! Futass! Gyere! Gyere! Gyere be! Mi volt ez? Egy creeper. Itt mászkálnak. Jó, ez nem volt jó ötlet. Ezt te hülye vagy. Mi? Te komolyan. Van valami az inventorimban, amit kaptam? Legalább értelmes dolgot? Semmi. Én egy metal scrapet kaptam. Grave metal scrap. Az nem tudom, hogy mire jó. Krisztián! Hogy kerültünk ide? Nem baj, legalább van szenünk. Úgy láttam, hogy legalább a... Hallod ezt? Igen. Ki ne ássz a plafonon? Nem ássok, és a fejünkre esik valami? Nem fog. Máté, még hátrébb kell mennünk. Nincs semmink. Még hátrébb kell mennünk, és... Ugyanúgy építeni plusz egy szobát, és ezt megint ki kell nyitni, és ki leütni ezeket. Nem! De Máté. Fejezd be! Nem. Krisztián! Várjál! Hú, hát ez most ezt nem is hiszem el. Meg mi volt ez? Hogy fölrobbant az egész. Hát a creeper. Hát jó! De ekkorát robban a creeper. Neked is így behová... Igen, meg így besípolt. Ja, nagyon durva volt. Ja, most már tudom, hogy miért mondta, hogy fej az éjszakától. De Máté, van egy olyan érzésem, hogy... Ez még mivel, semmi. Ja, hogy mivel kin vagyunk a tengerparton, itt ez még nulla. De ez az, hát itt a tengerparton nem is támadott meg semmi. Most a hajón lennénk, szerinted mi lenne? Hát nem. Még jó is, hogy ide jöttünk amúgy. Szerintem a hajón másznak volna föl a hajóra. Valamik. Hallok. Én is hallok itt valamikest. Mennyi szén ez? Hát már 10 mi... Mi ez a vörös? Máté, ne ás túl mohón és túl mélyre. Az mi? Túl mohón és túl nézd mélyre ástol! Nézd már a bal alsó sarokba, az micsoda az agy? A halálodba rohansz és ránk is halált hozol! Mi azt az szerintem az? A sanity-det mutatja. Ja, értem, és lefele megy a sanity-m. De mivel lehet jobbá tenni a sanity-t? Hát szerintem, hogyha nem vagy veszélybe, akkor megy jön lefele, és hogyha veszélybe vagy, akkor megy fölfele. Egy egyre rosszabb a helyzet. Máté? Igen? Itt építjük esik. Be.
építsük be. Igen, esik az eső. Én el tudom képzelni, hogy mi a fene lehet odakint. Esik az eső. Ezt nem hiszem el. Ha nappal lesz, az akkor is rossz. Hát gondolom. És még ott is van szén. Hát mennyi szén van itt? Minden legalább jó sok szenünk lesz, az jó. Máté? Mi az? De azt óvatosan bányázd. Jó, Máté, hátrébb kell mennünk, és megint ezeket itt-e. Üzenünkkel. Miért kéne? Mert itt. Hopp, az már a föld. Máté, újra kell nyomni a respawn pointot, nézd. Ide. Mert. Oké. Okay. Akkor ezt is itt csináljuk be? Igen. Oké. Okay. Hallod ezeket a hangokat? Hát nem oké, okay, mert ott fönn teljesen... Ezért, na most oké. Okay. Jó, hát most... Oké, és na. Most Máté, ezt is szedd szét. Igen, igen. Vigyünk oda be mindent. És így haladunk befelé. Igen. És most... Nem más... Várjál, csinálok egy chestet. Csinálok egy chestet. Berakok ide minden olyat, ami esetleg értékes lehet. Ja nem, ezt a könyvemet nem. Ki kéne itt ásni, és kinézni, hogy mi van ott. Gyere! De hát így pofán vernek, hogyha ezt tört ki. De nem, alul meg nem látunk ki. Hát, de ők se látnak legalább be. Jó. Ott a creeper, de vigyázz, vigyázz! Az ebben megütöd és egyből felrobban szerintem. Lehet, ha meg... Igen, lehet, hogyha megütöd, akkor felrobban. Mi a fenék? Jaj, ott a csont. Ojjaj. Meghalt a büdös dög. Máté, amint megütsz valakit, ha szaladj vissza. Ne, vigyázz, ott a creeper. Oké, okay, van ott valami cucc. Igen. Megüthetjük szerinted a creepert? Nem tudom, az a baj. Várjál, oda szaladj. Várjál. Jó, menj el, húzzál innen büdös creepert. Húzz innen! Ne! Valahogy föl kéne venni. Szerintem inkább meg kéne ölni ezt a creepert. Megpróbálom elütni. Jó. Kis! Láttad? Mi? Kis csont! De az be tud jönni. Nem. Jó. Pont nem. Jó, nem robbant fel a creeper, ha megütötted, szóval... Meghalt. Jó, meghalt. Nem lehet, hogy az valami... Mega creeper volt amúgy? Az előbb. Nem tudom. Na várj! Meg kéne ölni ezt a kicsit is, és kimenni föl... Ez az, meghalt! Máté! Ki kell menni... Kiszaladok és felszedem a cuccokat, és te csak... Rakd vissza az izéket, jó? Jó? Oké. Három! Megöltem! Gyorsan vissza! Spider! Nincs rákodom a szenünk. Ja mindegy, ez megvan. Jó. Még kell neked rákod, itt van. És kod. Cooked kod. És nem tudtuk ki. De bár te muszáj kimenni, azt viszi kell össze. Igen, menjünk. Jaj, ne. Ezek zombik, meg csontvázak, de ez még szerintem semmi. Szerintem is, ide csak a alapmobok jön. Üsd már! Jó, oké. Oké. Várja. Rotten flash. Üsd ki és kiszaladok! Jó. Gyere! Mi volt? Jó, megvan. Gunpowder! Ja, gunpowder. Persze a creeperből. Ja, hát a creeper adja, igen. Oké. Okay. Más nincs semmi. De mit vettél föl? Rotten flash-t, ennyi. Meg metal scrap-et ide beraktam a ládába. De szerintem lettek most újféle... Seed sturdy punch. Stone. De az mi? Torch arrow. Mi az, hogy sturdy stone? Nem tudom. Az erős kő. Seed pouch. Abacus. 137. Wrench. 137 oldalnyi kraftolni valón van már. Nagyon sok minden van, ami... Máté, csonttőr. Csonttőr. Igen. Wow. Máté. Mi az? Készen állok a harcra. Csinált egy csonttört. Máté, csináltam egy csonttört, most már legyőzhetetlenek vagyunk. Mert? Nem vagyunk legyőzhetetlenek, ezt fejezd be. Nyugi, van egy csonttört. Ott egy creeper! Ne!
Máté? Ja. Az jutott eszembe, hogy lepakolok. És? És kiszaladok, és megnézem, hogy mi a helyzet. Hát jó, oké. Megcsinálhatjuk. Jaj, ne, ezt nem hiszem el, hát a chestből szedem ki a dolgokat a saját inventoriba. Mi ez? Mi volt ez a... Máté, bejön a pók! Mi ez a hang? Nem tudom, valami nagyon ilyen fura hangok vannak. A könyvemet, ha leteszem, akkor mi történik? Az meghalsz, és ott lesz a kezedbe. Viszont várjál, olvasok egy kicsit. Sanity. Ja, itt vannak, hogy mi van rá pozitív hatással, meg mi van rá negatív hatással. Például kajálsz sokat, akkor fölfele megy, mert egy pozitív hatása van rá, hogyha meg éhes vagy, akkor meg lefele. A könyvedet nem veszted el? Nem, azt mindig visszakapod az inventoridba. Akkor kimész. Igen. Máté, mivel menjek ki? Ne próbáljunk meg lerakni egy ajtót. A csonttörömmel menjek ki. Semmivel. Máté, meg akarom nézni, hogy mi van ott a kín. Hogy jó. Hova kerültünk. Várjál, először takarítsuk el innen a mobokat. Üsd ki. Miért tetted ezt velünk? Mi az? Mi? Láttad, mi volt ott? Nem. Mi volt ott? Üsd ki! Üsd már ki! Mi volt ott? Mi volt ott? Mi volt ott? Szerintem a hold volt. Az volt te. Ja, azt mondod, igen. Ez a hold volt, te barom. Ja, akkor jó. Mert. Üsd már ki az alsót! Jó, van már. Nyugi, megvédelek Máté, hogyha valami baj lesz. Jó. Okay. Mit topott? Az rám maradt. Máté, nyisd ki! Nem nyisd akarom ki, kinyitni. És építsd vissza egyből! Mi ez? Ha! Mi volt az? Nem tudom. Várjál. Nem tudom, mi az. Mi ez? Mi az? Tényleg? Mi az? Gyorsan! Engedj vissza! Engedj már! Mi volt az? Nem tudom. Mi az, hogy nem tudod? Nem tudom. Miért? 40 kól van nálam. Gyorsan, berakom a chestbe. Honnan szedtem én 40 szenet? Mert szerintem felrobbant itt kint a furnace. Lehet. És amúgy, Krisztián? Mi az? Nem tudom, lehet, hogy csak hülyeség, de hallottam egy olyan históriát erről a helyről, hogy itt él Hero Brine. Ez most komoly? Igen. És ez most teljesen viccen kívül mondom. Ez valóságos, hogy itt él ebben a világban a Hero Brine. Ez most komoly? Igen. És egyébként azt is hallottam, hogy van mód rá, hogy legyőzzük. De én nem akarom legyőzni, nem akarok vele találkozni. Én se, de Krisztián, lehet, hogy az a kulcs ahhoz, hogy visszakerüljünk a földünkre. Lehet. Máté, egy módja van, hogy kiderítsük. Fel kell készülnünk. Meg kell erősödnünk. És le kell győzzük a Hero Brine-t. Jó. Viszont először nézzünk ki, hogy már nappal van. Igen. Úgy látom, nappal lett. Jó. Máté. Túléltük az első éjszakát. Túléltük az éjszakát. Hát, helyjel közzel. És belefoghatunk egy újabb napba. De vigyázz, Máté. Mert nem tart sokáig a nappal. És újra ránk sötétedik. Ránk száll az éjszaka. Úgyhogy ne vesztegessük az időnket. Kezdjünk bele.